Első segélyt nyújtva nagyon sok nélkülöző család betegeit segítették az év folyamán a Hargita megyei mentőszolgálat munkatársai. Közülük 150 családhoz karácsonyi ajándékokkal tértek vissza. Ezeket egy feldíszített mentőautóval szállították a Hargita megyei címzettekhez. Útközben a velük találkozó gyermekeket is megajándékozták. A tavalyi kezdeményezésnek a folytatása, hiszen tavaly is, amiután az erdélymentő csoport csíkszéki fióka fel volt kérve, hogy segítsen, keressen meg azokat a családokat, akiket kéne segíteni. Mi arra gondoltunk, hogy a mentőszolgálat alkalmazottai egész év során rengeteg olyan családhoz vonulnak ki, ahol lássák, hogy kell segíteni. És akkor arra gondoltunk, hogy ha mi már kivonultunk hozzájuk tőlük, vagy a családoktól személyeket, betegeket kellett a kórházakba beszállítsunk, akkor idézzünk elő boldogságot is a családok szívébe, és akkor így a kollégák által kiválasztott családokhoz tértünk vissza, kedves pillanatokat idéztünk elé. Körülbelül egy másfél hónapja történt. Lövéte környéken egy 13 éves kislányt, 13-15 kutya marcangolt meg. Jelen pillanatban azt a családot meglátogattuk, hiszen ha jól emlékszem, még a 13 éves kislány mellett 5 kiskorú gyerek van, és ezt a családot is segítettük, de épp úgy fedeztünk fel olyan családokat is, hogy szószoros értelemben egy öreg néni egy olyan házban lakik, hogy az ajtót egy pokróc helyettesíti, és ő is kapott tőlünk ajándékot. Amikor ott voltunk nála, akkor mondta el, hogy az utolsó fadarabot rakta be a tűzre. A kollégák azonnal segítettek, vittek fát, és most a következő célunk az lesz, hogy épp úgy ajtót is vásároljunk, és vigyünk neki. Valamint tértünk vissza olyan családhoz is, akik tényleg nehéz sorsban élnek. Tavaly fedeztük fel, hogy a vonatállomás melletti illemhely van átalakítva lakóhelyé, és tavaly is csillogó szemű kislányokat találtunk, és volt egy kisfiú is. Sajnos most, amikor vittük az ajándékot, akkor örventünk, hogy tudunk segíteni, de épp úgy fájdalmat is éreztünk, hiszen 2 héttel ezelőtt, vagy vittük az ajándékot a kisfiúnak is, és akkor mondta az édesanyja, hogy 2 héttel ezelőtt halt el az a kisfiú, akin újra akartunk segíteni. Hargita megyei minden alkalmazotta gyűjtött ajándékot, ruhákat, játékszereket, és épp úgy pótoltunk is, amikből tartós élelmiszereket vásároltunk. És azt mondhatom, hogy mi is gazdagodtunk. Akkor, amikor a kollégáknak elmondtam, hogy jó volna a tavalyi kezdeményezést folytatni, mindenki örvendett, és most elmondhatom, hogy boldogak, és több kollégától kaptam visszajelzést, hogy örvendenek, hogy megismerhették, és tapasztalhatták, hogy ha segítünk, akkor mi is mivel gazdagodhatunk, vagy lelkileg fel vagyunk töltődve.